Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Mi vagyunk a PPH egyik hetes szintű vezető házaspárja. Én Juhász János vagyok. Én Juhászné Pintér Marianna vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Mezőkövesden lakunk, házasságban élünk, 3 gyerekünk van. A PPH előtti foglalkozáson védőnő óraadó volt, mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Nekem a PPH előtti foglalkozásom termeléstervező volt, mára viszont ez kiegészült a PPH tanulói csapat szervezésével. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert kerestem a válaszokat. Éreztem, hogy van valami, amit nekem tudnom kell. Sok-sok könyvet elolvastam, képzésekre jártam, hanganyagokat hallgattam, viszont motiváción, lelkesítésen kívül mást nem igazán kaptam, változás nem igazán történt. Akkoriban még nagyon érzékeny voltam, félelmeim voltak bőven, sokat aggódtam a családomért, főként azért, hogy nehogy megbetegedjünk és egészségesek maradjunk. Egy napon az interneten, miután kutakodtam, hogy hol lehetne valami használható tudásra lelni, Szedlacsik Miklós mesterünknek a videója és az őt ajánló oldal ugrott föl. Én akkor rögtön beregisztráltam, elkezdtem hallgatni a képzést, de akkor valami megállított, és egy-két hétre félretettem a dolgot, majd pár hét után ismét elém került ez az oldal, és ott volt, hogy kezd el még ebben az évben életed jobbítását. Akkor el is határoztam, hogy neki kezdek a tanulásnak. Szilveszter éjjel 15 perccel az volt a legfontosabb feladatom, hogy befizessem a tandíjam. Mert akkor éreztem, hogy ez nagyon-nagyon jó és jó helyen leszek. Most is úgy érzem, hogy az életem egyik legjobb döntése volt. Én a Nyílt Akadémiánál 2 évvel később kezdtem el tanulni, mint a feleségem. Végzettségemnél fogva materialista beállítottságú voltam, korábban nem igazán a lelki fejlődés. 2019 végén a munkahelyem megszűnése után kaptam a teremtőmtől egy olyan jelzést, hogy nem a megfelelő úton járok, ami abban nyilvánult meg, hogy 6 hónapon keresztül nem sikerült újra elhelyezkednem. Ebben az időszakban kezdtem el spirituális könyveket olvasni, és Szedlacsik Miklós előadásaiba jobban belehallgatni. Itt olyan hasznos információkat hallottam, ami felkeltette az érdeklődésemet a PPH iránt. Ekkor hoztam meg a döntést, egyik napról a másikra, hogy tanulóvá szeretnék válni. A szervező kézni volt, és innentől kezdve a következő nap, már miután eldöntöttem, hogy belépek, és befizettem a tandíjat, másnap már hívtak is attól a cégtől, ahol ma is dolgozom, hogy szeretnék, ha náluk dolgoznék. Innentől tudtam, hogy jó úton járok. Számomra ez különösen nagy öröm volt, hiszen talán én is hozzájárultam a páromnak ehhez a problémájához, mert amikor a mesterünktől meghallottam, hogyha a párok közül az egyik tanul, a másik nem, ott vagy szétmennek a párok, vagy igen nagy tudatosság kell ahhoz, hogy együtt maradjanak, és erre én kértem a teremtőmet, hogy úgy szeretném, ha a párom is tanuló lenne, és erre következett ez a lépés. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései által az életemben jobban tudok az emberekkel bánni, jobban tudom az élethelyzeteket kezelni, az itt megszerzett tudás által nagyobb megértésre, nagyobb belső nyugalomra találtam. Biztonságban érzem magamat a mai, úgy mondom, igazán változó világban is. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései által életemben jobban tudok boldogulni. Mesterünk tanításai által jobban megismertem önmagam és az emberek működését és a küldetésemet is.
A mai képzésünket a legnagyobb tapasztalatú és tudású mesterkócs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygón. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést is. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Nézzük meg, hogy hogyan is gondolkodnak az emberek. Egy olyan világban, ahol hát én megmondom őszintén, én nem szeretnék most fiatal lenni. Tehát bolond az, aki most visszasírná fiatalságát, és azt mondta, de jó lenne most fiatalnak lenni. Tehát én örülök, hogy akkor voltam fiatal, amikor voltam. Hát miért mondom ezt? Tehát én azt mondja, hogy onnan, hogy köszönöm. Tehát azért mondom ezt, mert onnan, hogy én elkezdtem dolgozni, rá 4 hónapra elkezdtem járni tánciskolába, nem volt ott Marian. Majd egy másfél év múlva volt ott a Marian, a feleségem, így van. Másfél évig úgy jártam tánciskolába, mint a madár. Kezdetben ugye csak 2 nap jártam, aztán utána jártam ugyanoda a diszkóba is, szombatonként. Majd 4 nap tánciskolába jártam, ugye, 2 külön tanár vezetésével. Tehát ugye az azt jelenti, hogy 2 nap egyik tanár, 2 nap a másik tanár tartott tánciskolát, és egy héten, hát olyan több mint 1 éven keresztül, hetente 5-ször mentem táncolni. Nem, de ez nem versenytánc volt, most nehogy valaki ezt félreértse. Ez simán keftelésből. Anyu akart engem előtte gyerekként megtanítani táncolni, azt mondtam, hogy hát én nem szeretek táncolni. Ahhoz képest ugye ez teljesen megváltozott. Ugye 81. januártól teljesen megváltozott. De ugye miért mentem el tánciskolába? Mert hát ugye mit csináltunk? Volt egy barátom,
ott lakott az utcánkba, és akkor minden este mentünk, bicikliztünk, és akkor ez volt a program. És akkor így valahogy a csajok kimaradtak az életünkből. Miért? Hát mert ugyanabban az iskolában jártunk, és ott egy fia, a tanárnőn kívül fia nő nem volt. Úgyhogy én nekem az a név, 4 év úgy telt el, hogy hát ott csajok nem voltak. És ezáltal ugye hát a csajokkal való kapcsolat létrehozása az igen, igen, elszoktam tőle. Általános iskolában ugye voltak csajok, tehát a 4 év alatt. És akkor apám azt mondja nekem, hogy menj el tánciskolába. Mondom, hát nem szeretnék. Azt mondja, félsz a csajoktól? Na ez volt a kulcs. Mi az, hogy én, benyomta a gombom, mi az, hogy én félek? Én nem félek. És akkor kerestem magamnak egy tánciskolát, benne a belvárosba, és akkor ugye Palotáról belvárosba jártam rendszeresen onnantól, hetente 2-szer, és elég hamar elkezdtem élvezni. Úgy tök jó volt, ott már lettek barátok, elég hamar, és akkor ez valahogy úgy volt, hogy a barátokkal kint beszélgettünk, ez már 1,5 évvel később, mert ugye maga a tanfolyam az 2 hónapos volt, de voltak, akik visszajártak, főleg férfiak, de néhány hölgy is, de főleg férfiak, ugye fiúk, mert hogy mindig több volt a lány, mint a fiú. És akkor a fiúk azok mehettek segíteni. És az jó volt ismerkedni, nagyon jó volt ott a hölgyekkel. És akkor egyszer csak 3 barátot kint beszélget, és akkor mondta a tánctanárnő, hogy fiúk, befele, mert van 3 szabad csaj. És akkor bementünk, 3 barátnő. És a 3 barát lekérte, vagy felkérte ugye táncolni a 3 barátnőt. És mind kapcsolatba került. A 3 barát a 3 barátnővel kapcsolatba került. És ugye a többiek is bizonyos ideig, több-kevesebb ideig jártak ugye ezekkel a hölgyekkel. Hát én meg megragadtam a nejemnél. És ugye ezt miért mondom? Hát azért abból kifolyólag, hogy hát nekem nagyon szép fiatalkorom volt. Tehát én nagyon élveztem a fiatalkoromat. És jöttünk, mentünk, bulisztunk, mindenfélét csináltunk, érted? Hát most, mintha ez már nem egészen így működne. Tehát olyan, mintha nehezült volna a világ, nem? Azt is látom, hogy a mostani embereknek a hangulata átlagosan sokkal rosszabb, mint akkor volt. És akkor ugye azt gondolják emberek, hogy az egy nehezebb világ volt. Nem, a mostani világ sokkal nehezebb, mint akkor volt. Tehát sokkal nehezebb. Hát gondoljátok végig, akkor az emberek megtehették azt, hogy hitel nélkül építkeztek, vagy nagyon minimális hitelből hitelt kellett felvenni ahhoz, hogy építkezzenek. És nagyon kedvező hitelek voltak. Tehát ilyen 3%-os hitelek voltak. De az is csak ugye korlátozott mértékű, ezért az emberek nem tudtak eladósodni. Most egy olyan világban élünk, ahol az emberek, hát én állítom neked, hogy a több mint felének Magyarországon van hitele. Ilyen vagy olyan, vagy amolyan, én állítom, hogy az emberek, illetve a családok, nem az emberek, a családoknak, akik nem családban él, akkor az emberekről van szó, biztos vagyok benne, hogy legalább a fele hitellel rendelkezik. A vállalkozások legalább a fele hitelből vállalkozik, az is szintén el van adósodva.
az országunk szintén el van adósodva, az EU úgy, ahogy van, tokkal, vonóval el van adósodva. Tehát egy elég szép csapdába így belekergettek minket. Pedig hát elvileg nem kellene ugye tovább nyújtózkodni, mint az ember takarója ér, de hát elérték, hogy a hitelek révén tovább nyújtózkodjanak az emberek. És ami most a világban van, nehézség, jó? Amit érzékelünk már nehézséget a bőrünkön, az ha hiszed, ha nem, ennek a hite eladósodásnak, a hitelek végetti eladósodásnak a következménye. Tehát ugye én bizton tudom ezt állítani, ugye mert pénzügyi, gazdasági szakemberként kellett működnöm hosszú éveken keresztül, amikor pénzintézet vezető voltam akkor főleg, és ugye elég jól átláttam azt, hogy mi a helyzet a gazdaságban, a világban, pénzügyekkel kapcsolatban. És hát ugye már akkor gazdasági szakemberektől olvaskattattam olyanokat a 90-es években, hogy ez az eladósodásnak nagyon súlyos következményei lesznek. Tehát neves gazdasági szakemberek elemezték ezt a jövőbeni kérdést, és erre semmilyen megoldásuk nincs a hatalomnak. Tehát semmilyen megoldás. Ezt már mondom, a 90-es években olvastam ezeket. Azóta folyamatosan tanulmányozom ezt a kérdést, azóta az eladósodat. Tehát képzeljétek el, már a 90-es években írtak arról, hogy milyen gondot fog ez jelenteni, és már milyen gond, és mesterségesen fenntartják az életszínvonalat, és hogy ez milyen gondot fog okozni a jövőben, mert ez a mesterséges életszínvonal fenntartás, ez milyen komoly következményekkel fog járni, amikor a lufi kipukkan, tehát a lufi kipukkan, és hát ennek következményet itt élünk, éljük. Ugye erről már többször beszéltem, hogy erről a témáról, hogy ugye ilyen álcázások vannak, hogy ne a kormányokat bántsák a lakosság, hanem a Covidot, meg a háborút. Tehát, hogy ne azt lássák, hogy gyakorlatilag az egész, ugye ezt az egészet, ezt az eladósodás segítését gyakorlatilag a kormányok támogatták. Hát ugye ezt nem így látják ugye az emberek, tehát nem úgy látják, hogy ezekért mind a kormányok a felelősök, hát semmi gond nincs ezekkel, hogy nem így látják. Az emberek azt látnak, amit akarnak, a kormányok azt mutatnak, amit akarnak. De jó, ha az ember tudja, hogy ha egy család például hitelt vesz föl azért, hogy a hitelt kifizesse, utána újból hitelt vesz föl azért, hogy a hitelt kifizesse, előbb-utóbb hát óriási gazdasági problémába kerül az a család. Na, már pedig az országok így vannak. Sorba az összes fejlett ország, de beleértve a kevésbé fejletteket is, azok ide jutottak, hogy az életszínvonalat hitelből finanszírozták. Tehát az életszínvonal az mesterségesen volt felemelve, és mesterségesen volt fenntartva. Tehát, hogyha végig gondolod, régen kik boldogultak? Akik nem voltak lusták. Most a lusták a nyugati társadalomban legalább annyira boldogulnak, mint a nem lusták. Érted? Miért? Mert elő van segítve az, hogy az életszínvonaluk az magasra legyen tartva. Érted? És sokan a világban egy alacsonyabb életszínvonallal is megelégednek, hogyha nem kell dolgozni. Tehát az, hogy az emberek
nem szeretnek dolgozni, ez általános a nyugati társadalomban. Az, hogy az emberekből kinevelték a munkakedvet, az általános a nyugati társadalomban. Ezáltal mit csinálnak ugye az országok? Vendégmunkásokból próbálják fenntartani magukat. Vendégmunkások millióiból próbálják magukat fenntartani. Na most ezt, ha valaki azt gondolja, hogy ez hosszú távon fenntartható állapot, hogy az őslakosságot majd a vendégmunkások fogják eltartani, ugye ezt számos nyugati ország csinálja már évek, lassan évtizedek óta, érted? Hát azt gondoljuk, hogy ez működőképes megoldás, akkor óriási tévedésben vagyunk. Óriási tévedésben. És ennek isszuk a levét, hogy a nyugati társadalom az az egyént, a dolgos fehér embert leszoktatta itt az évtizedek alatt a munkáról. Szó szerint. Szó szerint. És az emberek többségének a munka az büdös. Az büdös. Tehát az, hogy dolgozni kell, munkát kell végezni, az luxus, és nem akarnak dolgozni. Tehát megnézed, lassacskán ott tartunk, hogy mit tudom, el akarsz végeztetni munkát, és nem tudsz elvégezni. Nem találsz egy megfelelő szakembert. Érted? Akik vannak, akik szakembernek mondják magukat, azok minőségi munkát nem végeznek, érted? Tehát lassan ide jutsz, hogy kénytelen az ember olyan emberekkel végeztetni munkát, akik, mit tudom én, rossz minőséget hoznak létre, és többet kérnek, mint megállapodtál velük. Érted? Nem tudom, mennyire ismerős ez a dolog. Szóval egy olyan világba értünk, ahol a fehér ember az mintha a fehér emberek jó része, tehát gondold végig, elég bőven elég az, hogyha a fehér emberek fele utál már dolgozni. Hát most az azt jelenti, hogyha te szeretsz dolgozni, neked el kell tartani azokat, azt a másik, legalább egy fehér embert, aki utál dolgozni. Érted? Na most, hogyha neked el kell tartani egy másik fehér embert, aki utál dolgozni, és most nem a párodról van szó, nem a családtagjaidról, érted? Hanem vadidegen emberekről, akkor ez azt jelenti, hogy tőled nagyobb elvonást kell elvonni, érted? Tehát több pénzt kell tőled elvonni. Az azt jelenti, hogy ha te vállalkozó vagy, vagy alkalmazott vagy, akkor nagyobb elvonásra van szükség, hogy azokat segélyezni tudják, vagy egyéb módon tudják biztosítani, vagy tudjanak nekik csinálni, nem feltétlenül segélyezés, tudjanak nekik csinálni alibi munkát. Tehát alibi munkát. Az azt jelenti, hogy mondjuk 8 órás bért kap, mondjuk 2 órás munkáért, érted? Tehát 8 órás bért. Ha megnézed, az egész állami szférát, például az elmúlt 3 évben, tokkal vonóval, kinevelték belőle a Covid-dal a munkát, belőlük az emberekből. Tehát nekik az azt jelenti, hogy vakargatják a nemi szervüket, érted? Ahelyett, hogy dolgoznának. Miért nem ezt láttad az állami ügyintézésben? Hogy régen simán tudtál ügyeket intézni, most mindenre időpontot kell kérned, úgy kéred az időpontokat, hogy közben kimaradnak az emberek, és vakargatják a szó szerint a nemi szervüket, érted? Szó szerint. Tehát ezek alibi munkahelyek. Magyarországon, állami szférában több százezer alibi munkahely van. Több százezer alibi munkahely. Miért vannak az alibi munkahelyek világviszonylatban, nyugati országokban? Nagyon egyszerű. Azért, mert vannak kvóták meghatározva abban, hogy mennyi lehet a munkanélküliség. És hát hogyha
túl sok a munkanélküliség, akkor mit tudom én, milyen szankciókat írnak elő az országgal szemben. Érted? Mondok példát, az Európai Unióban úgy tudtak minket fölvenni, hogyha meg volt határozva, hogy hány százalék alá kell vinni a munkanélküliséget. Ezért fogták, és lenyugdíjazták a lakosság legalább 20%-át. Érted? Szó szerint. Azóta azok már nem nyugdíjasok, hanem azóta már, tehát, mert ugye korban még nem érték el a nyugdíjat, közel se, tehát mindegy, hogy milyen nyugdíj, mert rokkan nyugdíjazták a legtöbbet. Jó? Tehát azóta már nem rokkan nyugdíjasok, hanem bekerültek abba a szociális ellátásba, érted, hogy voltak két hónapot mostanában mondjuk munkanélküliek, és utána meg ez a izék, tehát már nem munkanélküliek, tudod, hanem ezek a szociális, hát ez a, hogy közmunkások lettek, érted? Tehát az már nem alkalmazott, ugyanannyit kap, vagy még kevesebbet, mint mikor segélyen volt, érted? És közmunkát végez, magyarul nem munkanélküli, érted? Hanem egy közmunkás, nem munkanélküli, ő munkás. Nem tudom hány százaléka lehet a dolgozóknak közmunkás, és akkor büszkék ugye a kormány arra, bármilyen kormány lenne, ugyanez lenne a helyzet, büszkék arra, hogy milyen alacsony a munkanélküliek száma. De most gondold végig, ha például annyi lenne a munkanélküliség, mint régebben volt, hogy 2 év, akkor rögtön mekkora lenne a munkanélküliek száma? Rögtön mekkora? Tehát az egész gyakorlatilag azt jelenti, hogy elérkeztünk oda, hogy az emberek nem, jó része nem dolgozik, bár hivatalos statisztikai adatok szerint ő dolgozik, és de igazából hasznot szinte semmit nem termel, pénzbe kerül azoknak, akiknek dolgoznak. Most kérdezem én, hogy lehet egy ilyen rendszert tartósan fenntartani? Hát csak úgy, hogyha egyre több és több minden téren az elvonás. Ha a bérben nem lehet több elvonást csinálni, akkor az energiából kell több elvonást csinálni. Világos ez? Akkor a kőolajárából kell több elvonást csinálni, mert ezek alapvetően állami kézen közön mennek, tehát az államnak egy csomó bevételt jelent ugye a kőolaj is, meg az üzemanyag, vagy nem az üzemanyag, hanem az energia is, érted? Tehát ha megemelik az energia árakat, beleértve az üzemanyagot is természetesen, akkor megemelkedik az állami bevételi forrás is. Világos ez? Tehát lássátok már át, hogy azért nehezül a gazdasági helyzet, mert az államnak bevételre van szüksége, hogy az ingyen élőket kifizesse. Hogy az életszínvonala az embereknek fennmaradjon. Érthető ez? De ugye az életszínvonalban egy lassú csökkenés keletkezett az emberek 95%-ánál, mert körülbelül annyinál keletkezett. De hát ugye a lassú csökkenés az azt jelenti, hogy azt gondolják az emberek, hogy csak rosszabb ne legyen. Mert mi a lassú csökkenés? A fizetés vásárló értéke a lassú csökkenés, érted? Tehát a fizetés vásárló értéke az közel nem annyi, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Tehát ha valaki akár 10%-kal vagy akár 20%-kal keres többet, mint egy évvel ezelőtt, de az árak nem 10-20%-kal emelkedtek. Világos ez? És milyen, hogy örül, mint majom a farkának, hogy emelkedett neki legalább, mit tudom én, 15%-kal a fizetése, közben az árak, főleg olyat, amit ő vesz, az meg emelkedett 40-nel. Érted? Ha nem többel. Így van. Mert most kit érdekel az olyan cikkeknél, hogy nem emelkedett az ár, amit nem vesz az ember. Érted? De a statisztika az ebből a szempontból nem érdekes, mert a statisztika azt mondja, hogy mennyi volt az általános áremelkedés. Érted?
Tehát akkor gondold végig, hogy lehet egy ilyen világban az embernek úgy, hogy gondoskodjon magáról, hogy mondjuk egy fiatal férfi vagy egy fiatal nő mondjuk létrehozzon kapcsolatot egymással, és utána fedelet a saját feje fölé, érted? Ezt régebben meg lehetett csinálni, most hogy? Egy ilyen világban hogy? Érted? Tehát, hogy nem nehezebb ez a világ? Dehogy nem nehezebb. Sokkal nehezebb. És ha nem látod át, hogy az államnak egyre több bevételre van szüksége, azért, mert egyre inkább nem akarnak dolgozni az emberek. Tehát te nem csináltatsz emberekkel semmit? Hát biztos csináltatsz. Nem veszed észre azt, hogy nincsenek jó szakemberek? Nem veszed észre azt, hogy úgy kell lámpással szakembereket keresni? Érted? Hogy alig vannak szakemberek? Tehát egy olyan világban élünk, ahol egyszerűen, ha végignéznénk Magyarország egész lakosságát, hogy mennyi az effektíve, konkrétan szellemi vagy fizikai munka által létrehozott egyfőre jutó érték, kivéve levonva a gyerekeket. Tehát levonva a gyerekeket. Az egyfőre jutó érték, az hány forint havonta, akkor rá meglepődnénk, hogy az milyen alacsony. Érted? Tehát Magyarországon durván nem egész 2 millió gyerek van, tehát mit tudom én, mondjuk van 7 millió akárhány százezer felnőtt, és ha azokra lebontanánk azt, hogy ki mennyi értéket, szellemi vagy fizikai értéket hoz létre havonta, annak mennyi az értéke, meglepődnénk, hogy milyen alacsony összeg lenne. Mert az azt jelenti, hogy a legtöbb ember, ha megnéznénk az összember mennyiséget felnőtt lakosságra, a legtöbb ember nulla értéket hoz létre havonta a munkájával. Munkáról van szó. Érted? Nulla. És akkor nem gondoljuk azt, hogy akkor miből tartják fönn az életszínvonalat? Miből? Miből? Ha nincs effektíve értékes végtermék létrehozása egy egyén részéről, egy lakosság részéről, akkor miből tartják fönn az életszínvonalat? Logikus? Hát elérkeztünk abba, ahhoz a határhoz, ahol már nem tartható fenn az az életszínvonal, ami eddig fenntartható volt, mikor érkeztünk el ide, 2019 év végével. Világos ez? Ezt látni lehetett 90-es évek második felében. Tisztán látni lehetett, hogy ide jut a társadalom, szerte a nyugati társadalom. Milyen nyugati társadalom? Az a nyugati társadalom, amelyik a második világháborúban érintett. A második világháborúban érintett. Na most, és akkor el lehet gondolkodni azon, hogy és mi lesz ezután? Ezután? Hát, ugye erről beszéltem, már ez elindult ez a fajta működés a különböző országokban, fejlett országokban, hogy hívja? Alapjövedelem. Ugye ez az alapjövedelem ez. Ez egy segély. Csak nem úgy fogják hívni, hogy alapjövedelem. Hanem úgy fogják hívni, hogy alapjövedelem. És gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ha valaki alapjövedelmet akar kapni, mert nem lesz munkája, oké? Akkor
beadja a vagyonát. Érted? Ez ennyi. Beadja a vagyonát. És akkor még olyan is lesz, hogy például nem hagyhatja el az országot. Érted? Mert már ilyet csinálnak. Itt Európában. Csak hogy világos legyen. Szóval, hát gondold végig, azt legalább a 90-es évek óta látni, hogy milyen gyors a technikai fejlődés. A technikai fejlődés az sokáig nem mutatkozott az alkalmazotti szférában. De ugye egyre intenzívebb a technikai fejlődés, ami azt jelenti, hogy egyre inkább nincs szükség az emberek munkájára. Mert a gépek tudják helyettesíteni. És a gép után nem kell járulékot és adókat fizetni. A gép, amit termel, az tiszta jövedelem, érted? A vállalkozásoknak. Ha ő alkalmaz alkalmazottat, azután adót és járulékot kell fizetni az állam felé. De a gép csinálja meg ugyanazt, azután semmit nem kell fizetni. Amikor létrejön a nyereség, társasági adót kell fizetni, érted? Na most, de társasági adót akkor is kellett fizetni, ha kifizette az adót meg a járulékot. Mert akkor is képződött nyereség, csak kevesebb. Hát gondolod, hogy a vállalatok sokáig azt fogják mondani, hogy hát olyan aranyosak a dolgozóink, hát ezért nem küldjük el, nem cseszünk velük ki. Azt gondolod, hogy ez így fog működni? Hát akkor te nagyon naív vagy. Főleg a nagyobb vállalkozások tekintetében, érted? De gondold végig, van egy vállalkozó mondjuk, cégtulajdonos, érted? Amelyik alkalmaz mondjuk 100 alkalmazottat. És bejött ez az időszak, hogy baromira megdrágult minden. Tehát az alapanyag baromira megdrágult, az energia baromira megdrágult. Szerinted mit fog csinálni? Hát nem küldöm el a drága dolgozóimat, hadd menjek tönkre. Érted? Mert én úgy szeretem az embereket, de hát én simán hadd menjek tönkre, ők ne menjenek tönkre. És addig, ameddig én nem mentem tönkre, addig kifizetem őket. Ugye nem gondoljátok azt, hogy így gondolkodnak a vállalkozók. A vállalkozók nagy része úgy gondolkodik, hogy kit érdekel az alkalmazott, érted? És fogja elküldi. És inkább megoldja azzal, hogy gépesít. Érted? Tehát egyedül az állam csinálja azt, hogy mondjuk volt gépesítés, én emlékszem arra az időszakra, amikor karton volt, kartonon volt minden fölírva. És bevezették a számítógépet, és kb. 10 vagy 15 évig nem is használták azokat a számítógépeket. És ugyanúgy a kartonrendszert használták tovább. Azért, hogy ne kelljen elküldeni dolgozókat, mert ha elkezdték volna a számítógépet használni, akkor rögtön nem lett volna szükség annyi dolgozóra. Érted? Ha mondok példát, ugye amikor én pénzintézet vezető voltam, ugye manuálisan voltak rögzítve dolgok. Ezáltal ugye lennem kell, volt, hogy volt 130 alkalmazottam. Azt most körülbelül 20 alkalmazottal meg lehetne oldani. Érted? Azt, amit akkor a 130-al. Tehát egész más világot élünk. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez a világ jó felé halad, akkor annak halad jó felé, aki helyesen gondolkodik. Oké? És mi a helyes gondolkodás? A helyes gondolkodás az, hogy meg kell tanulnod, végig hátán megélni.
Milyen egyszerű. Oké? Ha egy ember a jövőben nem tanul meg rohamosan, gyorsan a jéghátán megélni, nagyon nagy bajba lesz. Az azt jelenti, hogy nem lesz olyan nagy bajban, mert kapja ezt a alapjövedelmet, érted? De onnantól kezdve ez olyan lesz, mint tudod, mint azok az emberek, akiknek a bokáján van egy ilyen nyomkövető, érted? Csak a házi őrizet az nem feltétlenül a lakására fog vonatkozni. És onnantól kezdve mindent meghatároznak neki, még azt is, hogy mennyit költhet, érted? Tehát, hogyha bemegy egy boltba vásárolni, akkor mennyit vásárolhat? Nem vicc, nehogy túlköltekezzen, tudod. Komolyan. Nem kaphat egy fia hitelt se. Semmit, érted? Abból kell megélnie, és abból kell kihúznia egész hónap. Tehát nem fogja tudni azt megcsinálni, hogy fél hónap alatt elköldi a fizetését. Csak hogy tisztában legyetek ezzel a dologgal. Ki kell húzni a hónap végéig. És ha túl sok lenne a kiadása, akkor nem tudja megtenni a kiadást, érted? Hát erre szépen alakítják ki a technikát, hogy ez így legyen. Érted? Mit gondolsz, miért kell az, hogy olyanok legyenek a telefonok, mint amilyenek? Mert a telefon az egy kiváló eszköz, hogy azon minden mozzanatodat ellenőrizzék. Érted? Mert az ember megszokta már azt, hogy a telefonja mindig ott van mellette. Például nálam is. Érted? Megcsinálták azt, hogy ne olyan úgy működjenek, hogy kivehető akkumulátorra. Miért? Hát már hogyha nem kivehető az akkumulátor, akkor az illető nem tudja kivenni, és folyamatosan tud mindenféle funkciót láthatatlanban, hiába ki van kapcsolva, láthatatlanban megcsinálni. Érted? Mert van energiaellátása a telefonnak. Már lassan nem is tudsz kapni olyan telefont, amiből ne lehet okos telefont, amiből ne lehetne kivenni, vagy ne, tehát amiből ki lehetne venni az akkumulátort. Hát nekem még az előző telefonom az olyan volt, hogy még ki lehetett venni az aksit, okos telefon. Szóval érdekes világot élünk, tehát most gondold végig, hogy tanulod meg azt, vagy hol tanulod meg azt, hogy képes legyél a jéghátán is megélni. Tehát ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mindig minden helyzetben megfelelő döntést hozni és megfelelően cselekedni. Tehát mindig minden helyzetben megfelelően gondolkodni, megfelelő döntést hozni és megfelelően cselekedni. Hát ez ezt jelenti. Az emberek tudnak mindig megfelelően gondolkodni, megfelelő döntéseket hozni és megfelelően cselekedni. Hát röhög a vakbelem. Hogyha azt gondolod, hogy tudnak. Egyre inkább nem tudnak. Az emberekből egyre jobban kinevelték és folyamatosan nevelik ki az önálló működést. Az emberek már lassan biorobotok. Ami azt jelenti, hogy belétáplálják, hogy mit csináljon, a médián keresztül, beleértve az internetet, és akkor azt csinálja. Vagy rosszul látom? Mint a biorobot, érted? Szó szerint beletáplálják, hogy mit csináljon.
És akkor azt csinálja. Hát érdekes ez a világ. Hát pedig... Hát hogyha ugye itt látsz egy gondolatot, hogy azt gondolod, hogy a túlélés vagy a minél több pénzköltés az életed értelme, hát bizony elég tudatlan vagy, már egyet értek ezzel. És a tudatlanság nem bűn, csak lelki és fizikai fájdalmat okoz. Ennek is meg lenne a magyarázata, de most ezt nem szeretném ecsetelni. De az, arról viszont szeretnék beszélni, hogy a pénzköltést úgyis előbb-utóbb úgy tapasztalják meg az emberek, hogy nem lesz mit, mert nem lesz elég, érted? Tehát nem lesz mit, mert nem lesz elég. Úgyhogy ezen a témán túl is léphetünk. Úgyhogy nézzük a következő dolgot. Tehát mi a megoldás? A megoldás az lenne, hogy ezt egyik megoldás. Ez így, ahogy van. Tokkal, vonóval ezt az emberiséget lesöpörni a föld színéről. Ez lenne az egyik megoldás. Tehát ezt gondold végig. Egy olyan értelmes lény, mint maga az ember, ez képtelen a legtöbb ember önálló gondolkodásra. Érted? Mintha... Mondom, mintha biorobotok lennének. Arra képesek, amit beléjük tápláltak. Érted? De hát itt vannak az emberek, akik képesek lennének gondolkodásra. De azt látjátok, hogy az emberek logikus dolgokat művelnek? Hát az elmúlt 3 évben láttál valami logikus dolgot itt a bolygón? Mert nem láttam volna. Tehát ami érintette tömegesen az embereket, érted? Olyat. Csak az elmúlt 3 évben csak ilyen teljesen logikátlan dolgokat láttam. Tehát ami azt jelenti, hogy ha az emberek nem tudnak logikusan működni, akkor minek vannak itt a Földön? Minek? Tehát azért vagyunk, hogy eltartsanak mások. Hát én szerintem nem. Nem kellene itt egy normális társadalmi formának létrejönni, ahol az emberek képesek az önálló működésre, ahol képesek az együttműködésre, ahol esetleg a közösségi érdekek fontosabbak, mint az egyéni érdekek. Nem kellene egy olyan fajta működés, ahol az emberek képesek az együttműködésre? Hát de az ostoba embereket láttad már feltétel nélküli együttműködni? Én még sose. Az értelmes emberek lennének képesek az együttműködésre, nem? Az értelmes emberek lennének képesek arra, hogy önálló életet éljenek, nem? Az értelmes emberek élni, akarnak úgy élni, hogy nem kihasználva másokat, nem? És nem élősködni másokon. Nem gondolod, hogy egy értelmes embernek nem élősködőnek kellene lenni? Hanem egy értelmes embernek teremtőnek kellene lenni? Teremtőnek. Tehát teremt ő. Oké? Nem gondolod, hogy nem e felé megy a társadalom? Mit gondolsz, a fentiek meddig tűrik azt, hogy az emberek elhűljenek? Meddig?
Ha neked úgy tetszik, akkor a teremtő meddig tűri? Tök mindegy, hogy gondolod. Na most gondold végig azt a kérdést, hogy, itt vagyunk mi emberek, és mi volt előttünk? Hát ezen emberiség előtt mi volt? Ha te úgy gondolod, hogy nincs olyan, hogy teremtő, vagy nincs olyan, hogy fentiek, akkor mi volt előtte? Hát ugye azt mondják, hogy ez az emberiség, mit tudom én, 4000 éves, 4000 valamennyi, vagy 7000 valamennyi, mindent mondanak. De tök mindegy, mit mondanak, mondhatják azt, hogy 100000 éves, ami nem igaz. Akkor is mi volt előtte? Honnan jöttünk? Hol voltunk, érted? Ha te azt hiszed, hogy a hüllőtől származol, akkor hidd. Ha azt hiszed, hogy valami bogár volt előtte, akkor hidd. Érted? Ha azt hiszed, hogy papucsállatkából jöttél, akkor hidd. Ha ennyi eszed van, akkor higgyed. Érted? Tehát a darwini evolúció rég megbukott, amikor rájöttek arra, hogy az evolúcióban olyan lukak vannak, mint a húzat. Hogy hirtelen megjelent egy faj, és előtte nem volt. Állatok, növények, előtte sose voltak, érted? Nincs előtte evolúciója. Ez a tudomány így megállapította, érted? Ugyanígy megállapították, hogy az embernek is nincs evolúciója. Az ember egyszerűen csak megjelent a Földön. Próbálj már a semmiből valamit ma létrehozni, te oktondi. Semmiből nem tudott létrejönni az ember, a valamiből jött létre. Ha nem volt, ugye luk van az evolúcióba, akkor nem tudott úgy létrejönni, hogy itt volt valami, itt egy nagy semmi, majd utána megillett valami. Olyan nincs. Az evolúció az folyamatos, te agyalágyult. Mert nem tudok neked más mondani, hogyha te az evolúcióban hiszel, és azt gondolod, hogy az ember az evolúció része. Persze van evolúció, én nem tagadom meg az evolúciót, mert evolúción keresztül valamennyire változnak a növények, az állatok, meg az ember is. Mert alkalmazkodik a környezetéhez. Az evolúció az semmi más, az csak egy környezeti alkalmazkodás. És miért kellene egy papucsállatkának, mit tudom én, emberré válni, mint környezeti változás? Ugye ezt nem gondolod, ha ezt gondolod, akkor te nagyon ostoba vagy. Tehát az azt jelenti, hogy mi itt lettünk, érted? Az úgy lettünk, tehát meg van állapítva, hogy akkor tud valami úgy létrejönni, hogy teljesen eltér az előzőtől, hogy ott az értelem egy értelmes lény beavatkozott, és beletette az értelmét. Ez tény, tanulmányoz már te drága csillag a kvantumfizikát egy kicsit. Nem azt mondom, hogy az egész alapját, csak úgy próbálj beleolvasgatni. Hogy miket állapítottak meg a kvantumfizikusok. Tehát gondolkodj már, de azon is, azt is lehetne mondani, hogy gondold végig, melyik a jobb, hogy te a papucsállatkából lettél, vagy pedig létrehoztak náladnál fejlettebb lények. Melyik a jobb neked? Ha te a papucsállatkába hiszel, hát így jel, nekem aztán tök mindegy.
akkor innentől kezdve a papucs állatkának nevezünk. De egyébként mind a két szót külön is ismerjük, vagy szótagot, nem? A papucsot is, meg az állatkát is. Közös néven azt is lehetne mondani, hogy férjecske, igen. Szóval gondoljátok végig. Tehát miért? Tehát gondold azt végig. Mit tudom, volt egy egysejtű, ha már mondtad az egysejtűt. Egyszer csak az egysejtű gondolt egyet, és elkezdett oszlódni. Érted? Fogta, hogy olyan sokáig, mert évmillióikig itt voltam egyedül. Innentől kezdve osztódni fogok. Ugye ezt nem gondolod komolyan? Hogy az például létezhetne úgy, hogy egy olyan, amelyik mindig egy sejtű volt, és nekiálljon osztódni, hogy emberi, vagy nem emberi, értelmes lény beavatkozása nélkül. Ugye nem gondolod? Tehát, hogyha te azt gondolod, hogy ilyen létezik, hogy egyszer csak azt gondolja az egysejtű, hogy osztódásnak áll, akkor te hülye vagy, erre nem tudok mit mondani. Tehát annyira logikus dolgok vannak a világban, és annyira meg tudják hülyíteni az embereket, érted, a biológusok, a fizikusok és egyéb emberek, érted? Vagy annyira elferdítik a politikusok, meg elferdítik a média tulajdonosok, érted? Azt, amit már rég megállapítottak a biológusok vagy a fizikusok, érted? Hogy valami hihetetlen, és a sok sötét ember meg elhiszi. Nem sötét bőrűre gondolta. Gondolkodj logikusan. Tehát itt van ez az emberiség, tök mindegy hány éves, vagy hány százezer éves akár, akkor is ide került, és a bolygó az nem százezer éves, tehát mi nem a bolygóval együtt jöttünk ide, világos vagyok? Szóval akik ide telepítettek minket. Én tudom, hogy hogy történt ez az egész, csak hogy némi nemű gondolkodásod legyen már ezzel a dologgal kapcsolatban. Oké? És lehet, hogy nem tetszik ez a stílusom. Na én ilyen szépen, finoman próbálnám elmondani neked, akkor szarnál az egészre. Így legalább valamilyen szinten fölkeltem a figyelmedet. Miért kellene, hogy egy kicsit tudatosabb legyél? Miért kellene, hogy egy kicsit az információra, ez a nyitottság, ez a megnyílás, hogy az információkra nyitottabb vagy? És akkor mondod, tehát én a média információira olyan nyitott vagyok. Hát akkor azért vagy olyan befolyásolt? Tehát a média információjának mit gondolsz, hány százaléka adja a valóságot? Elenyésző százaléka. A többség, túlnyomó többség biztos, hogy nem adja a valóságot. Ezért próbáld kikeresni a valóságot. És akkor mondhatnád azt, hát honnan tudjam, hogy te valóságot mondasz-e, már mint hogy én. Gondolkodj logikusan. Melyik a logikusabb? Hogy a papucsállatka elkezdett, egyszer csak úgy gondolta, hogy osztódik, vagy az, hogy ott beavatkozott egy értelmes lény, hogy az egysejtű az képes, az egy sejt képes legyen osztódni. Érted? Nem az egysejtű,
hanem egy sejt, maga a sejt képes legyen osztódni. Érted? Melyik a logikusabb? Gondolkodj már. És minden, tehát gyakorlatilag minden élet a világegyetemben, és minden nem élet, amit anyagnak neveznek, az mind értelmes lény hatására jött létre. Ez miért kevésbé hihető, mint az a baromság, amit tanultál az iskolákban, hogy hogy jött létre az anyag, meg hogy jött létre az élet, ha egyáltalán tanítottak ilyet. Miért? Miért logikátlanabb? Miért kevésbé értelmes az, hogy mindent létre kellett hozni? Mi működik anélkül az életedben, ha nem hozod létre? Mi? A semmiből mi lesz? Semmi. Gondolkodj már. Mert ez az alapja az egésznek. A te saját személyes fejlődésednek az az alapja, hogy lásd, hogy nem úgy működik a világ, mint ahogy eddig hitted. A megvilágosodás az azt jelenti, hogy megnyílsz, világosabbá válnak dolgok, értsd már meg, ez csak ennyit jelent a megvilágosodás. Hogy amit nem értettél esetleg eddig, értelmet kapsz abba a dologba, érted? És akkor azt tudod mondani, ó, de jó, kezdem érteni. Az a sok ostobaság, amit az anyag és a élet fejlődéséről össze-vissza hordtak az elmúlt évezredekben, vagy évszázadokban, vagy évtizedekben, tök mindegy. Hát az valami brutál. Az valami brutál. Az emberek hülyítésének az eszközévé vált. Szó szerint. Tehát nem éri meg világosabban látni a dolgokat, azaz megvilágosodni. Az a jó, hogy csak azt egy kicsit logikusan gondolkodnál. Akkor rájönnél arra, hogy nem az a jó, hogy nincs abban a dologban logika. Érted? Abban mi a logika, hogy te a majomtól származol, mint amit tanultunk? Hát ha úgy gondolod, hogy majomtól származol, szívesen hívunk innentől kezdve a majomnak. Semmi gond ezzel. Tehát most gondold végig, ezt így végignézve. Itt van egy elbutult emberiség. Szó szerint elbutult. Itt van az, hogy ide telepítették az embert. Miért? Hm? Azért, hogy föléje a környezetét, biztos ezért, nem? Szerinted az logikus, hogy azért telepítették ide az emberiséget, hogy föléje a környezetét? Szerinted az logikus, hogy azért telepítették ide az emberiséget, hogy elbutuljon? Hát ha azt gondolod, hogy ezek logikus dolgok, akkor neked nincs logikád. Tehát szerinted azért telepítették ide az emberiséget, hogy minél több pénzt költsön? Ez se logikus. Szerinted azért telepítették ide az emberiséget, hogy marják egymást? Az emberek. És mindegy milyen szinten, népszinten vagy a családban, otthon. Mindegy. Nem logikus, hogy azért telepítették. Ha azt mondjuk, hogy
Hát kísérleti jelleggel telepítették. Na, abban már van logika. De ha értelmes lények jó szándékú logikáját nézzük, akkor azt mondanánk, hogy valami jónak kell annak mögötte lenni. Nem? Persze te lehet abszolút olyan pessimista, hogy itt alapvetően minden ember gonosz, meg minden ember gonosznak született, meg ugye azért telepítettek minket ide, hogy megéljük a rengeteg rosszat, de annak mi az értelme? Tehát ha egy ember csak rosszat él meg, az ha felnő, akkor simán hajlamos lesz akár a tömeggyilkosságra. Tehát egy embernek a fejlődése, az életében a fejlődése, nem az emberiségről beszélek, egy adott ember fejlődése, az nagy mértékben függ attól, hogy mennyi jót és rosszat élt meg. Minél több rosszat megélt egy ember, annál gonoszabb tud lenni. Nehogy már azt mondta, hogy ezt nem tapasztaltad. Hát most gondold végig, hogy azzal a céllal jöttünk volna ide le, hogy minél több rosszat éljünk meg, akkor előbb-utóbb mi leszünk a megtestesült, maga az emberiség, megtestesült gonoszság. Nem logikus? Gondold végig. Hát, ahhoz, hogy tisztában láss dolgokat, látni kellene kisgyerekeket. Olyan kisgyerekeket, akiknek úgy viszonylag kiegyensúlyozott volt az anyukája. A 9 hónapban. Na, lehet, hogy egyre ritkább ez is. Mert ha egy viszonylag kiegyensúlyozott anyukából kibújik az a baba, akkor az a baba tele van szeretettel, tele van nyugalommal, békével, és csak akkor jelzi, ha valami problémája van, hogyha tényleg van egy problémája. Éhes, álmos, szomjas, pisi vagy kaki már csípi, akkor szól. Egyébként főleg onnantól, hogy lát, mert ugye kezdetben még csak fényeket lát, onnantól, hogy már lát, onnantól békésen szemlélődik, sőt egy idő után már rámosolyog azokra, akiket ismer. Érted? Most gondold végig, egy ilyen teli szeretettel gyerek azért született ide, hogy utána gonoszszá váljon. Ebbe te látsz logikát? Ebben semmi logika nincs. Nyilvánvaló, hogy ez a tele szeretettel lévő gyerek, és ugyanígy születtél akkor, hogyha te neked anyukád kiegyensúlyozott volt, amikor hordott a pocakjában. Nem azért születtél, hogy gonoszságokon keresztül éld le az életedet. Nem ezért. Hanem miért? Nagyon egyszerű. Hogy te tudj különbséget tenni a jó és a rossz között. Tehát ha egy ember nem éli meg a jót, akkor nem tud a jó és a rossz között gonoszságot tenni. Ha nem éli meg a rosszat, akkor nem tud a jó és a rossz közötti különbséget tenni. Érted? Tehát megél ezt is, azt is,
És egy kérdés van, hogy melyiket választja. Egy kérdés van. És ugye az a logikus, nem? Vagy nem ez a logikus? Hogy az ember a jót választja, nem? És nem a rosszat. Persze tudjuk, hogy valakik nem logikusak és a rosszat választják. Az az ő baja. De ha te választhatsz, melyiket választanál? Hát nyilvánvalóan a jót, nem? Tehát egy olyan világban élünk, ahol az lenne a feladatunk, hogy a jó és a rossz között határozott különbséget tudjunk tenni. Mi emberek? És akkor azt kérdezem, de miért? Ha úgyis meghalunk. Az én lelkem nem hal meg. De szeretnélek megvigasztalni a tiéd sem. Ami annyit jelent, hogy a halálunkkal kileheljük a lelkünket. Szó szerint. Mit gondolsz, miért van ez benne a nyelvünkben? Na, ez kilehelte a lelkét. Magyarul meghalt. Honnan származik? Biztos onnan származik ez, hogy egy életünk van, és egy halálunk. Biztos innen származik. És onnantól kezdve megszűnik minden. Nem? Én úgy gondolom, hogy nem innen származhat, nem? Hanem onnan, hogy az emberek hitték, tudták, hogy ha meghalnak, a lelkük kilép a testükből. És a lélek az nem hal meg. És hogy utána mi lesz ebből a szempontból, részletkérdés. Mi tudjuk, hogy mi lesz utána, mert tanuljuk, de részletkérdés. De nem hal meg. Na most akkor megint logikusan gondolkodva, itt vagyunk ebben az életben. És kilép a lélek. És ugye mit hallottunk? Mesékbe, stb. Történetekbe, mitológiába, egyébbe, hogy van pokol, meg van mennyek, nem? A rossz ember az a pokolba kerül, a jó ember meg a mennyekbe. Ez azért ennyire nem egyszerű. Ez azért ennyire nem egyszerű. Tehát ezért ugye mondták azt, hogy legyél jó ember, hogy ne a pokolba kerülj, hanem a mennyekbe. Ez nem ennyire egyszerű, de nem is fogom elmondani, hogy miért nem. Mert ezt tanítom. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy logikusan, hogyha egy lélek kilép a testéből, akkor azzal vajon lenni kell valaminek. Tehát olyan nincs, hogy nincs, tehát hogy semmi. Semmi az nem egy létező fogalom. Tehát olyan nincs, hogy semmi. A világegyetemben sem létezik az, hogy semmi. Oké? Tehát mikor azt mondod, hogy semmi nem történt, akkor is történt valami. Szóval gondolkodj logikusan, arra vonatkozóan, hogy valami kell, hogy legyen avval a lélekkel. És vajon akik teremtettek minket, ide teremtettek a Földre, vajon azok? Mi a logikusabb, hogy mit szeretnének avval a lélekkel? Nekik az kell, hogy egy lélek tök hülye legyen, nem? Vagy az kellene, hogy minél értelmesebb legyen? Logikusan! Hát én azt mondom, hogy nekem a logikám az diktálja, hogy egy ember minél értelmesebb legyen, mire elhagyja a testét, nem? Mármint az ember lelke. És akkor még ugye beszélhetnénk arról is, hogy miért tudsz gondolkodni. Hát legalábbis úgy tűnik, mikor azt csinálod. És miért nem csinálnak ilyeneket az állatok?
A növényekről nem is beszélve. Mert van bennünk értelem, és bennük nincs, nem? És az az értelem az honnan származik? Logikusan. Honnan származik? Ott van benne, hogy elem. Elem. Hallottál már olyanról, hogy periódusos táblázat? Abban ott vannak az elemek. Érted? De azok az anyagra vonatkozó elemek. Tehát az értelem is egy elem, csak nem kézzel fogható. Érted? Annak külön kellene egy mennyeleféle táblázat. Van elhelyezkednie. Hát amit nem mennyeleje táblázatnak hívnának. Érted? Ami azt jelenti, hogy az egy energia. Én még energia táblázatot nem láttam. Hogy értelem, mint energia, élet, mint energia, akkor lélek, mint energia, hol helyeznénk el egy táblázatba? Ja, mert azok nem kézzel foghatók? Nem mérhetők? Bár a lélek is mérhető, mikor kileheli az ember a lelkét. Tehát gondolkodj logikusan. Az azt jelenti, hogy mi másak vagyunk, mint a többi élőlény a Földön. Mi bennünk van egy olyan elem, ami az értelmet hozza létre. Érted? Amiben elárulok neked egy titkot. Ez az értelem a lélekhez kapcsolódik. A lélek az, amely rendelkezik logikával. Semmilyen más élő lény, növény, állat itt a Földön nem rendelkezik logikával. És ez az értelem az, ami meghatározza az embert. És ez az értelem, ez fejleszthető. Méghozzá elég nagy mértékben fejleszthető. És most gondold végig, melyik az jobb egy embernek. Minél hülyébb, vagy minél értelmesebb. Melyik a jobb? Lehet, hogy te hülye párti vagy. Nekem azzal nincs gondom, de az a te személyes szociális problémád. Én maradok az értelempártiság mellett. Én az értelmet pártolom. És azért, hogy az emberek értelmesek legyenek, elhangzott a házigazdáinktól, hogy olyan tudást és képességeket nyújtunk az embereknek, ami páratlan bolygószinten. Jó? Ez se feltétlenül fontos elhinned. Nézz utána, hogy ennyiért ilyen minőségű tudást nem fogsz kapni. Közel se. Jó? De az a baj, hogy minél többet keresgetsz ezzel kapcsolatban, tehát ráérsz majd akkor is keresgetni, hogyha tanuló leszel. Hogy meggyőződj arról, hogy biztos, hogy jó helyen vagy. Mert az időd lassan lejár. És ha te nem válsz egy olyan emberré, aki szeretetben, békében és boldogságban képes együttműködni másokkal, hát akkor az időd lejár. És most én csak annyit mondanék, hogy tényleg szegény ember az, akinek havonta 9800 forintja sincs a saját személyes fejlődésére. Oké? Okay. És nem anyagilag szegény ember, hanem bocs, de szellemileg. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik és Miklós mesterkócsuknak ezt a képzést. Ma is nagyon elgondolkodható volt, és nagyon képletes, amit mondott. Remélem, hogy nagyon sok embertársunknak felnyitotta a szemét, akiket remélhetőleg nem sokára tanulótársként is üdvözölhetünk a csapatunkban. Azt javaslom neked, aki most hallgatsz minket, hogy ne sokat gondolkozz azon, hogy neked szükséged van-e a tudásra, a fejlődésre. Hozd meg a döntésed és válj tanulóvá, hiszen elképzelni sem tudod, milyen fontos tudással és módszerekkel gazdagodhatsz képzéseink által, amelyeket a mindennapi életedben teljes mértékben hasznosítani tudsz. Én ezt már megtapasztaltam, meggyőződtem róla, és bizonyíthatom, vagy biztosíthatlak felőle, hogy az a csekélyek is összeg, amiért ezek a képzések kerülnek, hihetetlenül kevésnek bizonyulnak. Óriási annak a képzésnek az értéke, amelyet nekünk a mesterünk ad. Nincs veszíteni valód, azáltal, ha több tudásod lesz. Itt egy szabadabb és boldogabb életet, egy új életet nyerhetsz. Ha tanulóként szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönöm tőled. Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak, hogy házigazdák lehettünk, nagyon megtisztelő. Még egyszer megköszönjük, hogy a mai nap házigazdái lehettünk. Mindannyiunk nevében még szeretnénk mi ketten megköszönni, hogy együtt itt lehettünk, ez a jó kis társaság, tudásban, jó hangulatban bővelkedő, csodás három napban lehetett részünk. Mindannyiótoknak nagyon sok sikert, hazafelé széles utat kívánunk, szeretünk benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen.